Németország után Norvégia, az Amazonas alap fő finanszírozója is bejelentette, hogy felfüggeszti az esőerdők védelmét szolgáló projektek támogatását Brazíliában. Azért döntöttek így, mert szerintük az ottani kormány semmit nem tesz. A világ tüdeje az amazonasi esőerdő megóvásáért. A brazil elnök Jair Bolsonaro felháborodottan reagált a hírre. Angela Merkel nem fog nekem küldeni 80 millió eurót a braziliai őserdőért. Vigye azt a pénzt és telepítse újra az erdőket Németországban. És mi is a másik ország? Svédország vagy Norvégia? Igen, Norvégia. Ők se adnak hasonló összeget. Küldjék azt is Angela Merkelnek, fogalmazott a brazil elnök. Mintegy 300 millió norvég korona, vagyis mintegy 9,7 milliárd forint támogatás illetné meg Brazíliát idén. Norvégia azonban nem utalja át az összeget, mert az amazonasi esőerdők írtása drasztikusan felgyorsult.